Hello mindenki, sziasztok! Szia! Újabb motyó, és számomra ez teljesen hihetetlen, hogy ez a cég, aki küldi, ezzel a futárszolgálattal, itt mindig össze van valahogy cseszve a külső doboz, remélhetőleg a belső az azért jobban néz ki, mint a külső. Mondom, mindig tanítom nektek, én azért szoktam már, csak azért is csinálok erről videót, valami baj van vele, akkor legalább tudjak reklamálni, tehát hogy ez nincs kibontva, ez így néz ki. Most tettek ebbe a percbe a kezembe, most vettem át ebbe a másodpercbe. Megint rommá van gyűjtve. Hát nézzük meg, hogy mi van benne. Ennek már nagyobb a doboza. Nem lesz olyan picike, mint a másik volt. Mit direktív lesz, amikor rámondod, hogy 302 gram, azt hiszed, hogy valami kis cucc lesz, de ez nem kicsi, ez inkább nagy. Egy komplex vanycuc, ez nagyon tetszik. Lightweight, IPX7-es, hanging ring van rajta, föl lehet akasztani. Ez mi lehet? Több dologra lehet használni, és Type-C charging van benne. Király. Hát ugye van egy kis tájékozat, hogy hogy kell össze passzintani. Forgatni a fejet, meg a bekapcsolás, press twice. Ezek nagyon szeretik a press twice-t, a másikban is az van. 5 volt, 2 amper, 16 watt, bla bla bla, rengeteg sok minden. A Flextail Max Shower, ugyanattól a cégtől, akitől ez a picike kis pumpa is van. Kíváncsian várom, hogy hogyan fog ez üzemelni, meg hogy néz ki igazából kivéve. A dobozban pedig van egyszer egy leírás, egy kis rövid USB-C kábel, gondolom a kis szilikon o-ringek, meg egyebek, amik aztán kupó alkatrészek lehetnek. Maga a főeszköz, a... kicsit kibontogattam, hogy itt át tudjuk nézni. Tehát egyszer van benne itt egy szűrő, egy víztisztító vízszűrő, az egyik fő. Ezt egy kézzel már megint, ugye ügyeskedek. Máskodat meg van egy USB-C töltő, dugasz, lezár, vagy vízálló maradjon. Ezt is szeret zárni, illetve egy gomb, amivel két nyomással el lehet indítani, és egy ilyen sebességgel, akkor elindul, bár valószínűleg lehet valami állítani. Aha, ez a másik sebesség, két sebesség van rajta, igen, ugyanúgy, mint a pumpán, ahogy megszoktuk. Hát gondolom, ugyanezt a már kifejlesztett rendszert használják, csak most vizes környezetben, mint amit a másik is tud, ugye a pumpán is ilyen két fokozatba állítható. Kapunk hozzá egy zuhanyrózsafejet, amin lehet állítani valószínűleg a sebességet, az átfolyás sebességet, vagy le is lehet kapcsolni, azt majd ki kell próbáljuk élőbe. De te van egy ilyen jó 2 méter hosszú cső is, ezt fogjuk majd jól letesztelni. Ami érdekesség, direkt ide készítettem, hogy van ez a tipikus, amit használunk a vízrendszereknél, mondjuk kint a kertben. Tehát erre hasonlít ennek is a feje, de semmiféleképpen nem kompatibilis, mert teljesen más méret, de maga a rendszer, az innen jól ismert rendszert vett át, csak hát csináltak saját méretet, hogy még véletlenül se tudja semmi mással használni. Alapvetően teljesen megegyedik a két végződés, annyi különbséggel, hogy mivel a zuhanyt esetleg fel akarod akasztani, hogy ne kézbe kell tartsad, azért annak van itt egy ilyen plusz kiegészítője, de ez kompatibilis, mert a másikod is ott van hozzáluk, tehát valószínűleg át lehet helyezni, tehát két totál egyforma fejbe végződik. Az összeszedés gondolom végtelenül egyszerű, tehát a megszokott módon az így ütődik, így nyílik, záródik, de hát gondolom nem kell hozzá, mert magától benyomódik, és akkor rajta is van. Hogy két kézzel egyszerűbb egybe is ugrik a helyre, akkor nem mozog. Tehát be kell ugorni a helyre, nem lötyök itt úgy, mint az előbb. És jól láthatóan az összeszedés nem túl bonyolult, mert ezt a két dolgot kell egymásba rakni, és működőképes, illetve ezt fel kell tölteni, és már használhatjuk is. Amit így egyből láttak, hogy nem az igazi, az azért elég nehezen mozog. Nem mondom, hogy nem lehet akár egyúval is mozgatni, de ez nehéz. Ha emlékeztek a régi videóra, akkor mutattam, hogy szereztem Lidl-ből, vagy nem tudom melyikből egy ilyen szilikonos összecsukható vödröt, ami most nagyon jó fog jönni, mert ugye ehhez elpróbálom majd használni mondjuk kint zuhanyzásra. Illetve azóta szereztem egy hasonló, kisebb méretű edényt az
IK-ból, ezt pedig mondjuk mosogatásra lehetne jól használni. De egyébként szerintem le is fogom tesztelni, mert lehet, hogy egy kicsi is elég ahhoz, hogy az ember egyszer lefröcskölje magát vízzel, aztán leszaponozza magát, utána meg utána lemossa magát, lehet, hogy ebbe is elfér annyi víz, amiből ezt meg lehet oldani. Lehet ez majd egy későbbi teszt eredmény, amit nem fogok így megosztani. Itt a zuhany, be van rakva a vízzel, már csak el kéne indítani. A vicces, mert az alján van a bekapcsoló gomb, úgyhogy nem tudom, hogy hogy rakod bele. Egy, kettő. Most elmehetek üzemel, és az alacsonyabb üzemmódban van. Ez egy teljesen kellemes, már így is szerintem lenni, nem kell erősebb. Bár lehet, hogyha valamit... Aha, ha valamit le akarsz mosni, mondjuk egy ilyen sárosabb dolgot, ahhoz lehet, hogy nem baj, egy kis az erősebb. Egész erős sugara van, és nem mondom, hogy ultra erős, de az képes, hogy ez egy kis hordozható eszköz. Hát nézd meg a... nem tudom, mennyire spiccelvet fehér az egész, tehát így elég távolságban el tud azért az így nyomulni. A hirtelen két tapasztalat van. Az egyik az, hogy nem így kell berakni, hanem fekve, mert az alján, meg a tetején egyszerre vannak azok a részek, gondolom valahol itt szívja, azon a keresztül meg áttisztítja és mosat, tehát ez fekve van benne. Tehát ez nem is probléma, hogy úgymond az alján van maga a nyomógomb, mert fekve lesz, és akkor nem az alján lesz, hanem így szembe lesz veled, vagy így szembe, tehát tudod kezelni. Ez az egyik, amire rájött. A másik, hogy hát ennyi víz már nem elég neki, tehát hogy így hiába van elméletileg itt vízbe, ez kevés, tehát sok vizet nagyon gyorsan átpumpál magán, de tényleg nagyon gyorsan, majd azt is megnézhetjük így a vödröt, hogy hány liter víz fér bele, és akkor az mit tud, de amikor már lefogy belőle, akkor nem tud szívni, akkor már nincs tovább víz. Az zuhannyal, hát nem nagyon tudsz állítani sugarat, mert egyébként nem is nagyon kell, hanem ezt tényleg így el tudod vele zárni, amikor itt csinálod a zuhanyzást, vagy valamit, hogy ne folyjon addig, amíg nem akarod, az inkább arra jó, nem arra, hogy szabályozd az erejét, valamennyit biztos lehet, de nem számottevő, tehát ezek még fontosak, hogy tehát nem véletlenül van itt a gomb, mert ez így fekszik a vízben, tehát ennek így feküdnie kell, a videókon így mutatták be, biztos meg jobban néz ki, de így nagyon nekem nem szívott föl semmit, hogy nem tudom, lehet, hogy sok víznél még felszív, de hogy fogy a víz, akkor inkább a fekvő helyzetbe tud még az utolsó pillanatig is valamit fölvenni. Ennek itt van egy akasztó, úgyhogy ide meg tudjuk próbálni felakasztani. Ja, így föl tudod akasztani, de gondolom, hogy egy kisebb kéne inkább, meg olyan, ami hagyja, hogy lejjebb lefelé lógjon, mert de tudsz állítani, tudsz állítani a dőlésszögön valamennyit, tehát úgy be lehet fókuszálni, hogy merre folyjon, tehát föl lehet akasztani is tényleg ezt. A nagy kérdésem még az lenne nekem igazából, hogy ezt hogy lehet majd kiszárítani, tehát hogy a csövet is meg az egészet, hogy ne büdösödjön bele a víz, de hát ez majd egy szintén egy másik kérdés, ezt most nem fogom hirtelen megoldani. És akkor itt van egy pár érdekes adat, ami fontos lehet valakinek, ha mond valamit, azt írja, hogy 6-8 liter percenként az alacsony nyomás mellett, és 9-10 liter percenként a nagy nyomás mellett, tehát az alacsony nyomás mellett elmetek 110 percet üzemel, még a magasabb nyomásnál csak 70 percet képes üzemelni, de szerintem ez azért bőségesen elég egy hosszabb párnapos történethez is, aztán meg amúgy is lehet tölteni USB-C-vel. Fontos dolog, hogy ez csak felszívni és átküldeni tudja a vizet, tehát ez egy pumpa motor benne, ami átolja a vizet, nagy kicsit nagyobb nyomáson be tudja vele zuhanyozni, tehát a hőmérsékletet nem szabályozza, tehát olyan hőmérsékletű víz fog rajta átfolyni, amit átfolyatsz rajta. Azt gondolom, hogy egyébként egy szemetes zsákba beraksz vizet, egy fekete szemetes zsákba beraksz vizet, akkor az így fölmelegszik szerintem még akár ősszel is, hogyha van egy kis napsugarat, ha nem, akkor az így kellemetlenebb. Illetve a gáz fölött egy fél liter vizet érdemes esetleg fölmelegíteni és föllangyosítani vele a hideg vizet, és akkor már szerintem használható fürdése. Hát nyáron meg ki, hogy szereti a víz hőmérsékletet. És akkor most még futtassunk le egy tesztet, ezt így megtöltöttem vízzel, ez egy 10 literes edény, és abból megnézzük, hogy a 10 liter mennyi idő alatt folyik át ezzel. Persze 100%-ig nem fog átfolyni rajta, mert valami marad az aljába, de egy nagyjából 10 litert meg tudunk nézni, hogy is, meg mennyi idő alatt. Ez egy jól meg tudom nézni másodpercben, hogy én mikor indítottam, és akkor csak a végén meg kell nézni, hogy hány perc volt, úgyhogy én bekapcsolom itt. Nézzük, most van 11, 12, 13, 14, 15, 16. És most így 20-nál.
Jó, itt van, ezek nézem a gyorsabbat. Látottam a gyorsra. Nem viccelnek. Nem sok van, hát az annyi van, hogy lehet, hogy most már le fog állni, mert a becsökkent szerintem a... Nem tudom, hogy mi van, tehát ugye ezt ki fog jönni volna rendesen, csak itt nem tudom le, akkor inkább ezt nézzük, hogy itt jelent is, nem? A víz olyan, amennyire csak lehetséges. Nem közül tudom, ez is, hogy itt előbb-utóbb egyik le fog lassulni, és le fog állni, felírja ezt a vízmennyiséget ott. Ez így fogy, nem tudom, hogy kell előbb, és meg előbb-utóbb. Szerintem minden le fog itt a nyomás is csökkenni, mert le is fog állni, az egész nem tud tovább szívni. Tehát elméletileg az a helyzet, hogy a 10 litert nem tud átszívni, de hát így itt marad benne egy fél liter vagy valami ilyesmi, azért az nem vészes. Most tartunk pont 2 percnél, és akkor most kell kipolni bele a szívás, tehát 2 perc alatt, így amennyit ki tud szívni a 10 literből, azt így 2 perc alatt tényleg kiszívta. Tehát is át, hogy még szenved egy kicsit az egész, és marad benne egy ennyi, nem tudom mennyire tömeg, egy ennyi víz alatt a 10 literből, szerintem ez max ilyen 4 deci, 4-5 deci, tehát így annál nincs több. Tehát ezt egy 2 perc alatt tényleg átmozgatta az egészet, úgyhogy ezt is tudjuk, hogy egy 2 perc alatt ezt a 10 litert átszippantja, tehát így nem tudsz vele nagyon sokat csobogni, a 10 liternyi vízből meg akarsz fürdeni. Tehát így nincs az, hogy folyatod magadra, bár ha hideg víz van, mert nem is bizonyom, hogy szeretnéd. Jó, szerintem ennyi mára. Nagyjából elmondtam erről, amit érdemes tudni. Sziasztok! Sziasztok!